A világjogi nyilatkozat megfogalmazása azért szükséges, amiért egyébként az emberi jogok nyilatkozata is létrejött az második világháború után, hogy a nemzetek közötti béke tartós feltételét megteremtse, ezért kellett kimondani, hogy az emberek egyenlők. És hát most elértünk egy olyan pontra, az ökológiai válság nyilvánvalóvá tette számunkra, hogy nem lehet itt megállni, mert hogyha semmilyen jogot nem biztosítunk az emberen kívül semmilyen más élő lénynek, illetve a létezőknek, akkor az ember sem élheti túl ezt a helyzetet. A Védegylet nagyon szimpatizál ezzel a világjogi deklarációval. Szeretnénk egy keretet adni itt Budapesten annak, egy nemzetközi konferencia keretében, hogy megnézzük, hogy segíthetünk-e az ökológiai válságon, az ökokatasztrófán egy ilyen deklarációval. Jogászokkal kell olyan rendszert létrehozzunk, ami biztosítja, hogy az emberiség és az ember saját érdekei érvényesülnek hosszú távon, és a saját érdekei közé tartozik az is, hogy megőrizze a bioszféra lényeges alkotóit, állatokat, növényeket, ökológiai rendszereket. Én nagyon örülök, hogy ennek a konferencián részt vehettem, és én remélem, hogy lépéseket lehet ebben a újfajta szemléletben előre tenni, és egy olyan szemléletet kialakítani, ami közelebb visz bennünket a bioszféra megőrzéséhez. Megfontolásra ajánlom a következőket. Már csak azért is, hogy legalább egy apró, szimbolikus sikert felmutathassunk. Az emberiség területfoglalásának, földi honfoglalásának legitim jogi kereteit nyilván valamilyen világjog fogalmazhatná meg a többi élővel való békés egymás mellett éléshez szükséges korlátozások meghatározásával. Beszélnünk kell arról, hogy vajon az állatoknak, növényeknek, az ökoszisztémáknak van-e joguk létezni. Az ő létezésük az olyan értéke, amit a velük kapcsolatos döntéseknél tekintetbe veszünk, vagy pusztán egy utilitarista alapon azt nézzük, hogy hasznosak-e az ember számára, vagy sem. Én azt gondolom, hogy a fenntarthatóság csak akkor teljesedik ki, és igazából akkor telik meg tartalommal, ha képesek vagyunk tekintetbe venni a jövő nemzedékeknek és az emberen kívüli létezőknek is a jogát a létezéshez, az ő létezésüknek az önértékét. Eredendően tehát nem mi emberek szabunk törvényt a világnak, hanem fordítva, annak alapvető törvényszerűségeit jogalkotásunkban is tiszteletben kell tartanunk, saját túlélésünk érdekében. Az emberi törvények legáltalánosabb jellemzője és törekvése az egyéni önzések korlátozása, a csoportérdekek alárendelése a közérdeknek. Tehát el lehet venni a másét, ha elég erős vagyok hozzá, és akkor majd a közösség, Arany Jánosnak van erre egy ironikus verse, rábólint és helyben hagyja azokat a viszonyokat, amelyek keletkeztek. Mert a közösség nem vállalja föl csak az elvek kedvéért, azt főleg, hogy a gyöngéket megvédje, hanem amennyire lehet békét akar. Most ha nem jutunk el odáig, teljesen egyetértek azokkal, akik ezt mondják, hogy fölemelkedjünk még egyszer odáig az erkölcsi szempontig, hogy a világból, amelyen érünk, mindazoknak, akik rajta élnek, valamilyen módon meg kell élniük, és nem csak az embereknek, hanem egyéb élőknek is meg kéne rajta élni, akkor tönkre fog egy időn túl menni. De rengeteg politikai érdek, rengeteg anyagi érdek, rengeteg tehetetlenségi nyomaték fenyegeti ezt a helyzetet. És nyilván azok, akiknek sok van, azok nem szeretik elosztani. Erre a keresztény magaslatra, hogy a gazdagoknak lenni veszélyes, minden 2000 év kereszténység ellenére sem emelkedett fel, sem a keresztény erkölcsöt elvben valaha magáénak való Európa,
sem az a világ, amelyet krisztianizálni akartunk. Köszönöm. És azt gondolom, hogy ennek elsősorban morális jelentősége lenne. Egy új értékrendet kell megteremtenünk, és ebben a jognak támogató szerepet kell játszani, nem pedig primadonna szerepet. Do you think there should be a declaration of world rights? Is it important, and if it is, why it is important? I think it's very important and very difficult to achieve. So I think that this can be a first step with many goals all lumped together, but it can give a different vision to people. Just simply to hear about the declaration and to hear about all the issues behind it. Well, there should be a declaration on nature's rights, and that won't be a new thing. It has already been done at the UN level, but that was more in principles form. We need to move beyond it. So it should be there. Mennyire ért ön egyet ezzel a kezdeményezéssel? A kezdeményezés mögött rejlő célokkal alapvetően egyetértek. Maga a deklaráció tervezete az érzésem szerint kicsit túl széles körben határozza meg a védendő értékek körét, vagy azoknak a körét, akiknek jogot kellene adni. Másik kérdésre röviden azt tudom válaszolni, hogy azért nagyon jó ez a kissé provokatív nyilatkozat tervezet, hogy egyáltalán alapvető dolgokat végig próbáljunk gondolni, és egy tisztázási kísérlethez hozzásegít. Végül is nem az számít, hogy az eredeti vagy első változat az mennyire pontos, mindig a vég eredmény számít, és ebből a kezdeményezésből szerintem egy igen hasznos eredmény kijöhet. Úgy kezdődik a szövegezet, hogy a harmadik évezred alapvető felismerése az emberiség sorsközösségben él természeti környezetével. Én ebben a sorsközösség fogalomba kapaszkodnék bele, ez valóban azt hiszem, hogy egy néhány évtizede vitatott, de igazság szerint már akadémiai berkekben sem egy túl komoly vita, tehát ez egy eldőlt kérdés. Sorsközösségben, hogy most részei vagyunk a természetnek, vagy alatta, fölötte, mellette állunk, beszélgethetünk róla, de nem szükséges a világjogi deklaráció. Szerintem eldőlt, hogy az egyén, az ember része a természetnek. Ugye azt mindenki tudja, hogy ez a fajta nemzetközi rendszer ennek az alapjait valójában ugye az ENSZ-el 45-ben fektették le, amikor még senki nem foglalkozott globális környezeti problémákkal. Tehát mondhatjuk azt, hogy valójában ennek a most júniusi Riói konferenciának az lenne a tétje, képesek vagyunk-e kidolgozni egy olyan új nemzetközi intézményrendszert, ami megfelel What I do think is important is we have to have an honest discussion. And the honest discussion can only take place if we really recognize animals with the common and new scientific knowledge we have, and not just go into the mathematical models about abundance, but to look at the social complexity and the right aspect. And I think if we do that, I think we could succeed with a shift of values in the international context. Nagyon szépen köszönöm Sólyom Lászlónak, aki nem lehetett itt, volt köztársasági elnöknek, hogy vállalta a fővédnökséget, Szőcs Géz államtitkárral, aki támogatta anyagilag is a rendezvényt. Nagyon szépen köszönöm az előadóinknak, az első és a második nap előadóinak, hogy ide jöttek, főleg akik külföldről fáradtak ide. De itt volt köztünk Paola Cavalieri vagy Nicola Entrup, akik szerintem olyan megkérdőjelezhetetlen dolgokért küzdenek, mint hogy a palackorú delfineket ne lefejezve lássuk egy hajó fedélzetén, mint amit Nikolá mutatott, vagy hogy olyan lényeket, akik racionális lények, emocionális lények, szociális lények, mint a bonobók, a csimpánzok, a gorillák vagy az orángutánok, azoknak az élethez való jogát megadjuk. Ugye Paola ezért küzd másokkal együtt a Great Ape Projectben, hogy ezek az állatok élethez való jogot, a kínzástól való mentességet és néhány teljesen alapvető jogot megkapjanak. Mert ebben a kis deklarációban annyi van megfogalmazva, hogy minden létezőnek joga van a létezéshez, joga van a világhoz, ami pedig annyit jelent, hogy tulajdonképpen az ökoszisztémában betöltött helyét vagy funkcióját kiteljesíthesse, a harmadik az pedig a joga háborítatlansághoz,
hozzátéve, hogy az aránytalan, szükségtelen és felelőtlen háborítatlansághoz. És ezen kívül pedig kimondja azt a negyedik cikkben, ami egyben az utolsó cikke is egyelőre, hogy a beavatkozó, tehát aki jogokat gyakorol, az felelősséggel tartozik. És azért tartottuk ezt fontosnak, mert ez karnyújtásnyira hozza azt a megoldást, amiről egyébként végtelenségig lehetne beszélni, hogy milyen jogokat, hogyan. Ha fogjuk az ENSZ nyilatkozatot, az emberi jogok nyilatkozatát, és behelyettesítjük az emberi jogokat az élőlénytársi jogokkal, akkor abban a pillanatban ez működik. Amire szükség lenne, az az, hogy ezt kibontsuk, és konkrét tartalommal töltsük meg. Hogy miért van erre szükség? Hát, hogyha nem ismerjük el még a létezéshez való jogát sem a többi élőlénynek, illetve a természeti erőforrásoknak, akkor az egyértelmű jele annak, hogy rablógazdálkodást folytattunk ezen a bolygón, és hogyha egy pillanatra belegondolunk, hogy a többi élőlény szemével nézve milyen az a világ, amit és ahogyan mi működtetünk, a mi jogrendünk is, akkor ez egy ökológiai láger. Mi ugyan demokráciának nevezzük, mert az ember szempontjából ez demokratikusnak tűnik, de ez a legdurvább rabszolgatartó társadalom ökológiai szinten. És ugyanazért, amiért rájöttünk, hogy a rabszolgákat nem felszabadítani, az a fejlődés gátja, egy adott ponton nem lehet tovább lépni. Hát most eljutottunk arra a pontra, hogy belássuk azt, amit egyébként az őseink még tudtak. Ezt kéne újra felismernünk, hogy mi csak egy faj vagyunk ezen a bolygón, egy fontos faj, nyilván nekünk nagyon fontos, de a mi túlélésünknek is az a záloga, hogy békés egymás mellett élésben tudjunk itt létezni.